Nem csak azért, mert félkor fogjuk befejezni, és akkor, ha nem haragszotok, ha ki kell menni, valakinek nyugodtan menjen, de akkor maradék 20 percben, akkor még szeretnék még egy témáról beszélni. És ez a téma a hit a holokauszt után. Ugye beszéltünk az antiszemitizmusról, arról, hogy az antiszemitizmus az a zsidóság, a zsidó vallás hogyan áll hozzá, és hogyan mit gondol róla, hogyan érdemes fellépni ellene, és így tovább. És hát nem lehet megkerülni azt a kérdést sem, hogy olyan tragédiák után, mint a holokauszt, a zsidóság hogyan tud egyáltalán viszonyulni ehhez. Tehát amikor szép dolog az antiszemitizmusról úgy beszélni, mint egy ilyen elvont téma, és akkor azt hogyan lehet fellépni ellene, de amikor arról van szó, hogy a zsidóságnak a egyharmadát kiirtották, és kegyetlenül legyilkoltak válogatás nélkül embereket csak azért, mert zsidók voltak. Történelemben soha nem látott módon ipari jelleggel legyilkoltak emberek millióit, és ezek mind zsidók voltak, akkor erről mit mond a zsidó vallás teológiailag? Hogyan történhetett ez meg? Isten hogyan engedhette meg, hogy legyen holokauszt? Ugye nagyon sok mindenkit ismerünk, én legalábbis ugye gyerekkoromban sok családtaggal beszéltem, és biztos ti is találkoztatok sok mindenkivel, aki azt mondta, hogy a holokauszt után ő nem akar. Ő befejezte Istennel, befejezte a zsidósággal, Isten ilyet, hogy akarhatott, és hogy engedhetett, ha ez megtörténhetett, akkor nem lehet, hogy van Isten, és hogyha van Isten, akkor ez egy kegyetlen Isten, nem akar ezzel kapcsolatban lenni. Hogy történhetett meg a holokauszt? Ez egy olyan kérdés, amire nincsen válasz. És ez fontos rögtön rögzíteni. Olyan szenvedésre, amit a holokauszt jelentett emberek, zsidó emberek millióinak, gyerekeknek, asszonyoknak, idős embereknek, ártatlan embereknek, az a mérhetetlen szenvedés, amit a haláltáborok és a holokauszt jelentett, arra valaki azt mondaná, hogy neki van egy jó válasza, hogy Isten hogyan, miért engedte ezt meg, az a valami nem stimmel. Ezzel együtt azt is érteni kell, hogy ez a kérdés, amikor azt a kérdést teszük fel, hogy Isten hogyan engedhette meg, ez nem is egy olyan kérdés, amire a kérdező választ vár. Vannak kérdések, amiket fölteszek, és ez egy kognitív kérdés. Szeretném megérteni. És akkor valaki segítsen megtalálni az enciklopédia hányas szócikkében találom meg rá a választ. És vannak olyan kérdések, amiknél a kérdés maga az egy kiáltás, az egy fájdalom kifejezése, az egy érzelmi kérdés, de nem azzal a céllal, mert azt vállom, hogy na, ki fogja a jó választ megadni nekem. Akkor ezt a kérdést feltesszük, hogy hogyan lehet, hogy Isten ezt megengedte, akkor ez egy érzelmi kérdés, amire igazából nem várhatunk választ, mert nem tudok elképzelni olyat, hogy valakinek ez a dolog fáj. Fáj ez a sok fájdalom, ami ott történt a saját családjával, vagy a saját hitsorsosaival, és valaki azt mondja, hogy te azért volt, mert így és így, és azt mondja, ja, köszi, oké, rendben, oké, most már értem. Ez nyilván, ha így állna hozzá, akkor a kérdése lenne olyan nagy. Ezzel együtt mégiscsak kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, és bár voltak olyan rabbik, elvétve, akik azt mondták, hogy ez egyfajta büntetés volt a zsidóknak, azért, mert a vallást elhagyták, és asszimilálódtak, és így tovább. A rabbik túlnyomó többsége, 98%-a ezt a lehető leghatározottabban elutasította, hogy bármi ilyesmire vele menjünk, hogy azt mondjuk, hogy Isten büntette, vagy Isten büntetése ez, és így tovább. És azt mondták, hogy ez azoknak a dolgoknak, azoknak a történeteknek az egyike, ahol nem tudjuk, hogy Isten miért engedhette ezt.
Nem tudjuk. Nem tudjuk a választ. És ha tudnánk a választ, akkor mi lennénk Isten? Isten nem azért Isten, mert mindent értünk, amit csinál. Ha értenénk mindent, amit Isten csinál, akkor Isten nem lenne Isten. Isten végtelen, mi végesek vagyunk. És nem azon kell csodálkozni, ha nem értünk valamit, hanem azon kell csodálkozni, ha értünk valamit. Nem értjük, de ezzel együtt a fájdalmunkat ki kell fejeznünk. És föl kell emelnünk a hangunkat Istennel szemben, hogy nem értjük, hogy ezt hogy engedhette meg, és tiltakoznunk kell Istennél. A tiltakozás nem azt jelenti, hogy elhagyjuk a vallást, de a tiltakozás azt jelenti, hogy tiltakozunk. Ezt látjuk már az első és legfontosabb zsidónál, Mózesnél is. Mózes, amikor elküldte Isten Mózest a fáraóhoz, hogy a népét engedje szabadon, nagy előkészületek után, akkor mit csinált a fáraó? Nem, hogy nem engedte a zsidókat szabadon, hanem még pluszban adott nekik, még jobban sújtotta őket rabszolgamunkával. Mit csinált Mózes? Nem azt csinálta, hogy elmagyarázta magának, hogy ez mire volt jó. Isten azért csinálta, mert meg akarta büntetni a zsidókat. Isten, nem. Azt mondja a Tóra, Mózes visszament Istenhez, és azt mondta, Lama ha reisza lama haze, miért tettél rosszat ezzel a néppel? Mert azóta, hogy elküldtél engem a fáraóhoz, nem, hogy nem lett jobb a sorsuk, hanem még rosszabb lett. Mózes panaszkodott. Visszament és feleselt Istennel. Van egy másik történet, amikor Mózes a Talmud leírja, egy ilyen misztikus történet, hogy Mózest előre viszi Isten a későbbi korokban, és megmutatja neki a későbbi korok bölcseit. És beviszi a tanházba, a tanházban ott van Rabbi Akiva, aki tanít a tanházban. Fantasztikus magyarázatokat ad a Tórának, azt mondja a Talmud, hogy még egy apró betűnek egy kis csücskéből is sok száz törvényt következtetett ki. Tilé tilinsen halachas. Szóval szerint azt jelenti, hogy halacha törvényhegyeket hozott ki minden betű kis apró kis csücskéből. És Mózes csak néz, azt mondja, hú, ez milyen nagy bölcs, azt mondja Istennek, add inkább általa a Tórát, ne általa, mert ő sokkal jobb. Mert Isten azt mondja, stok, kach alabe machsava, te maradj csak csöndben, így merült fel én előttem, hogy ne ő, hanem te legyél az, aki a Tórát adja. Viszi tovább az időben Isten Mózest, és látja, hogy ez a rabbi Akiva, aki a rómaiak elleni felkelés vezető egyenisége, a rómaiak elfogják, és másik 10 mártírral együtt hogyan kínozzák meg, és nagyon kegyetlenül mágjára teszik, és Mózes teljesen oda van, és azt mondja Istennek, Zuz tajra ve zuz hara, ez a Tórának a jutalma? Egy ilyen nagy rabbi, ilyen nagy bölcs, és ezzel jutalmazod? Mert Isten azt mondja, stok, kach, alaba, machsava. Maradj csak csöndben, így merült fel én előttem. Mit jelent ez? Ez a párbeszéd és ez a történet. Hogy vannak dolgok, amiket nem értünk, mert Isten nem tudjuk megérteni. Ettől még nem kell, hogy csöndben maradjunk, hanem Istennél tiltakoznunk kell, és követelnünk, hogy olyat ne csináljon, amit nem értünk. A másik oldalról viszont Isten adhatja azt a választ, hogy ez így van, nem tudom, ez nem tudsz mindent megérteni. Így merült föl én előttem, és Isten. Szóval Isten nem egy olyasmi, amit mindig érteni lehet. Ezzel együtt van ennek az egész történetnek egy másik vonatkozása is. Egy másik vetülete. Van egy szép történet, nagyon megható kis, nem is történet, kis anekdota. Ha olvastátok a Elie Wieselnek az Éjszaka című regényét, ami egy önéletrajzi jellegű regény, amiben leírja, hogy az édesapjával hogyan vitték Máramaros szigetről a koncentrációs táborba, és ott hogyan élték meg a koncentrációs tábor. És leírja, hogy egyszer álltak egy ilyen szelekciónál, és az egyik auschwitzi rabot kiválasztotta egy SS, és büntetésből felakasztották egy fára. És az akasztásnál olyan vékony volt ez a rab, alig volt 35-40 kiló, hogy a saját súlya nem folytotta meg rögtön. Hogy általában az embernek a súlya lehúzza, és akkor rögtön megfogja. És őt ott szenvedett, és örlődött, és kínlódott a kötélen, és a többiek ott nézték, és valaki felkiáltott, és azt mondta, hol van Isten?
És erre valaki megszólalt mögött, és azt mondja, nézd, ott lóg a fán. Ugye? Mit akart ezzel mondani? Egy nagyon mély gondolat. Azt jelenti, hogy amikor ilyen helyzet van, hogy az ember, egy másik embert, aki Isten képmására van teremtve, minden ok nélkül ilyen kegyetlenül bánik vele, és felakasztja a fára, akkor úgymond Isten tölni meg. Magyarul, viszont a mi kérdésünkhöz kapcsolva ezt a témát, a kérdés nem az, hogy hol volt Isten, hanem az a kérdés, hogy hol volt az ember. Ugye a holokausznak a tanulsága igazán nem az, hogy Isten megengedi, vagy nem engedi meg az ilyen szörnyűséget, hanem az, hogy micsoda felelősség van az ember kezében. Ugye az ember, aki a világot egy jó világgá, egy szép világgá, egy nemes világgá tudja alakítani, ugyanúgy, ugyanez az ember a saját szabad akaratával, a szabad döntésével ezt az egész világot le tudja rántani, a poklok poklává tudja tenni. Ez a holokauszt tanulsága sokkal inkább azzal kapcsolatos, hogy micsoda a felelősség és micsoda erő van az ember kezében. Az ember az, aki a holokausztot. Ez nem egy természeti katasztrófa. Ha van egy természeti katasztrófa, ártatlan emberek meghalnak, akkor fel tudjuk tenni a kérdést, Isten, hogyan tehetted ezt? De amikor az ember az, aki végigviszi ezt a borzalmasságot, az ember az, aki olyan ideológiát, olyan törvényeket alkot, ahol amiben aztán embermilliókat belevon, és mindegyik, és mindez oda vezet, hogy más embereknek, akik Isten képmására teremtett emberek, a teljesen értelmetlen kínzásra és meggyilkolásához vezet, akkor itt a kérdés, az, a tanulság az az, hogy micsoda felelősség van a mi kezünkben, emberek kezében, hogy azzal a szabad akarattal milyen irányba élünk. A világot egy jobb világá alakítjuk, vagy a világot egy rosszabb világá alakítjuk. Úgyhogy azzal együtt, hogy ez természetesen a holokausztal kapcsolatos fájdalmakra és a holokausztal kapcsolatos érthetetlen történetre nem ad választ, hogy ennek mi volt a célja, mi lehetett az értelme, nem volt semmi értelme természetesen, de közben nem szabad elfejteni, hogy itt ez nem egy természeti katasztrófa volt, hanem emberek vitték véghez, és ugyanúgy, hogy emberek vitték véghez ezt a szörnyűséget, voltak olyan emberek mindeközben, akik saját eszközeikkel, amennyire lehetett, szembe is szálltak ezzel. Voltak, akik nem zsidóként életeket mentettek a saját életük kockáztatásával, és voltak sokan olyan zsidók, akik a saját életüket próbálták menteni, a saját identitásukat próbálták még a legnehezebb körülmények között is megőrizni, a saját emberi méltóságukat próbálták megőrizni, és ezek a történetek bennünket arra taníthatnak, hogy micsoda ereje van, és micsoda felelőssége van minden egyes embernek. Úgyhogy a sok ember, különben, aki azt említettük az előadás elején, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy a holokauszt után nem akartak vallásosak lenni, elhagyták a vallást. Sok olyan embert is ismerek, aki a holokauszt után pont még vallásosabb lett, mert azt mondta, hogy pontosan ez az, amit meglátott benne, hogy micsoda ereje és milyen jelentősége van a vallásnak, micsoda jelentősége van annak, hogy legyen egy morális iránymutatás, amit az embert vezeti, és nem engedi, hogy olyan helyzetbe kerüljön, amikor a kezébe adott felelősséggel nem él, hanem visszaél. Vannak-e kérdések?